Ez a Hír 18, a Jászság híradója 18 településről 18 órakor. Eredményesen zárult a Jászberényi Leánystrandfürdő értékesítésére kiírt pályázat, döntöttek a Jászberényi képviselőtestület legutóbbi ülésén. Sár helyett zúgzott köves út alap János Idán 4 km makadámutat adtak át a termőföldek jobb megközelítéséért. Több jászsági tűzeset is történt a hétvégén, Jászberénybe Jászapát és Alattyán településekre is vonultak a tűzoltók. Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Jászsági Térségi Televízió híradóját, a Hír 18-at láthatják hétfőn este 18 településről 18 órától. Eredményesen zárult a Jászberényi strandfürdő értékesítésére kiírt pályázat, emelkedik a bérlakások bérleti díja, tovább működhet a Portelki Kisposta. Jászberény képviselő testülete legutóbbi ülésén a költségvetési rendelet megalkotása melletti számos fontos döntést hozott. Ezek összefoglalója következik most. Néma tiszteletadással emlékeztek az életének 77. évében elhunyt Hlavaska András korábbi képviselőre az önkormányzati testület tagjai a február 14-i nyílt ülés elején. Mint arról pénteki adásunkban hírt adtunk, az ülésen elfogadták a város 2024-es költségvetését. Mai tudósításunkban a képviselők egyéb fontos döntéseiről készítettük el összefoglalónkat. A kiírásnak megfelelően határidőre egy pályázat érkezett be, és február 9-én volt ugye a bírálócsoportnál a pályázati bontás, és az egy pályázó lehet Ermáfüldő Kft. A pályázata minden kiírási pontnak megfelelt, tehát ezek alapján kérném a tisztelt testületet az előterjesztés elfogadására. Eredményes volt a Lehel strandfürdő értékesítésére kiírt pályázat, a beérkezett ajánlatot pedig a testület 14 igen és egy tartózkodás mellett fogadta el. Az ajánlat elfogadását követően körülbelül 2-3 hónapos technikai és adminisztrációs folyamat következik, amikor a konkrét adásvételt végigviszi az önkormányzat. A napi rendek között szerepelt az önkormányzati vagyon kezelőinek és üzemeltetőinek éves beszámolója. Ez az anyag a korábbi évek gyakorlatának megfelelően öleli fel azokat a létesítményeket, ügycsoportokat, amelyeknek a üzemeltetési feladatait társaságunk látja el. A gyakorlathoz hűen nem csak a változásokról, tehát a vagyont érintő változásokról, vagy az elszámolásokkal kapcsolatos információkra adunk benne számot, hanem magukról, hogy milyen lényegesebb működési dolgok történtek ezeken a területeken. A fejlesztések, karbantartások mellett a társaság javaslatot tett a kezelésével működtetett önkormányzati bérlakások bérleti díjának inflációt követő emelésére is. A képviselők a költségvetési rendelet elfogadásával együtt hagyták jóvá ezt a javaslatot. Örömmel és büszkén mondhatom, hogy mind a nyilvántartások, mind pedig a telepen látott munkák elnyerték a szakemberek, az ellenőrző bizottság tetszését, és példaértékűnek nevezték a Jászberényi Közmunkaprogramot, sőt azt mondták, hogy országosan is egy vezető pozíciót foglalunk el azzal az értékteremtéssel, amit az elmúlt években elkezdtünk és folytatunk. A munkaügyi központ szakembereinek ellenőrzési tapasztalatait összefoglalva állapította meg mindezt a város polgármestere a Városi Közmunkaprogramról. Mind a hivatal dolgozóinak, mind az alkalmazott közmunkásoknak köszönetet mondott az értékteremtő munkáért Budai Lóránt. Hasonlóképp örömét fejezte ki a városvezető, amikor a Jász kerület Nonprofit Kft. És a Jász Múzeum éves munkatervéről határoztak. Azt látom, hogy mind a két, akár intézmény, akár cég élen olyan ember áll most, aki befogadó, aki valóban innovatív és nyitott arra, hogy Jászban egy város kulturális élete ilyen szempontból is fejlődjön. Én ezt szeretném ezen a helyen is megköszönni mind a két intézmény vezetőnek és minden kollégának, aki azért dolgozik, hogy Jászberény városa ilyen szempontból is fejlődjön és több legyen. A testület döntött arról is, hogy működési támogatással segíti a Portelken megnyílt kispostát. Az év elején megszűnt postai szolgáltatás újraindítása a Magyar Posta, egy helyi vállalkozás és a város együttműködésével indulhatott el ismét. Felmerült kérdésként ez a új kialakult postával kapcsolatban, hogy és ez vajon mennyire lesz hosszú távú? Hát annyira, hogy egy 3 éves szerződést kötöttünk, és ez alatt a 3 év alatt egyrészt a posta garantálja azt, hogy minden segítséget megfogadni a vállalkozónak az, hogy egyébként a kisboltban működő postát tudja üzemeltetni.
A testületi határozattal havi 200 ezer forinttal járult hozzá a város a működtetés fenntartásához. János Hidán a Batótanya szomszédságában adták át a majorsági dűlőút folytatásaként azt a 4 kilométeres makadám utat, melynek első 300 métere aszfalt burkolatot kapott. Ezen az úton közelíthető meg hozzávetőleg 2000 hektár termőföld így sűrűn használt szakaszról van szó, melynek felújítása a helyi gazdák egy részének összefogásával és a 95%-os állami támogatás felhasználásával valósulhatott meg. Ez az út a gazdáknak régi vágya volt, hogy itt a János-Idai Tótkéri útnál minél nagyobb részen lehessen közlekedni szilárd burkolatú úton. Nem véletlenül, hiszen a dűlőutakkal együtt 2000 hektár termőföld közelíthető meg erről a fontos külterületi útról, amit 300 milliós állami támogatással újítottak fel a vidékfejlesztési alapterhére. Ezt illetve a hidai gazdák egy részének összefogását süvegelte meg Eszes Béla a polgármester köszöntőjében, hiszen a 95%-os állami támogatás mellé a helyi gazdák egy csoportja biztosította a hiányzó 15 milliós önerőt, megértve, hogy az állami forrást nem szabad elengedni. Ezt és a települési együttműködést emelte ki Borbás Zoltán, a Jászlókószolnok vármegyei közgyűlés alelnöke is. Sajnos nem mindenütt van ez így a megyében, legyünk rá büszke, hogy meg tudjuk tartani ezeket a kapcsolódási pontokat. 12 településen közel 3 milliárd forint forrást kellett kiaknázni, mely segíti a gazdálkodók hatékonyabb munkavégzését. Fontosak a gazdák, fontos a vidék. Ezt az is mutatja, hogy páratlan a pályázati rendszerben a 95%-os támogatási intenzitás. Ezt a jó lehetőséget pedig nem is szalasztották el a gazdacsoportok és a települések. János-Idei önkormányzatnak olyan anyagi helyzete, amilyen a szándék se volt nagyon erős a település vezetése részéről, és az önerőt azt biztosítani kellett a gazdáknak, ami azért elég jelentős egy ilyen kis településen, bele kellett nyúlni a zsebbe. És ez így megpróbáltuk megértetni a település vezetéssel, hogy vissza nem adunk pályázatot. Az ablakon kidobott pénz lehetőség, meg bélyegzi egyébként a településnek a sorsát a jövőben is. Tehát a legnagyobb eredménynek azt érzem egyébként a mai napon, hogy ez már az ablakon úgy félig kifelelógott ez a projekt, és vissza tudtuk hozni, és meg tudtuk valósítani. A megvalósítás egy rövidebb aszfaltos szakaszból és egy jelentősen hosszabb makadámútból állt össze a Hedó építő ZRT kivitelezésében. Az út az közel 4 kilométeren keresztül zúzott köves útalappal épült, nemesített patkával, melynek az első 300 métere aszfalt burkolattal láttuk el. A szerződésünk az szeptember 18-án lett aláírva, és a mai napon műszaki átadás átvétellel tudtuk zárni ezt a kivitelezést. A most kivitelezett szakaszra rávezető utat majdnem napra pontosan 10 éve adták át, ami Bató Károly gazdálkodónak köszönhetően valósulhatott meg, és maradhatott jó minőségben. Most szintén Bató gazda ösztönözte összefogásra gazdatársait, hogy sár helyett járható úton lehessen megközelíteni a termőföldeket. Itt nagyon nagy forgalom van, körülbelül 2000 hektár van ez a rész, amin erről az útról megközelítik, hogy erről vannak a leágazások jobbra-balra a déli utak, és onnan meg ugye jobbra-balra a földek. Úgyhogy nem tudom pontosan, de nagyon sok, mondom 2000 hektár van, azon fölül rengetegen járnak most, igénybe veszik ezt az utat arra, hogy sétálnak, bicikliznek, kerékpár, hogy mondjam, nem a nagy forgalmas úton mennek. Itt jönnek egy ideig itt, ameddig volt aszfaltos, a Szent István telepig, odáig jöttek gyalogsétára is, mondták, hogy innentől most már itt az én tanyám még, hogy aszfaltos, most már ideig eljönnek, de mehetnek tovább is, mert nem kell sárba menni. Három tűzesethez is vonulniuk kellett a jászsági tűzoltóknak a hétvégén. Szombaton este a Jász fővárosban a Felső Csincsapart utca egyik lakott családi házában csaptak fel a lángok. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy egy használaton kívüli szobában keletkezett tűz 5-6 négyzetméteren, de a berényi tűzoltók el tudták oltani két vízsugárral. A ház tulajdonosa nem volt otthon, így személyi sérülés nem történt, és mivel a szobát nem használta a tulajdonos, illetve a többi helyiségre sem terjedt át a tűz, otthona sem vált lakhatatlanná. Emellett másik két jelentősebb tűzeset is történt, Jászapát és Alattyán településeken, most ezekről számolunk be.
Két jelentősebb tűzesethez is vonultak a tűzoltók térségünkben szombaton délelőtt, kigyulladt egy 70 négyzetméteres családi ház három helyisége, illetve tető szerkezete alattjánban az Erzsébet királyné úton. Február 17-én riasztották a jászberényi tűzoltókat alattjánba az Erzsébet királyné útjára, ahol egy nagyjából 70 négyzetméter alapterületű családi ház három helyisége, illetve tető szerkezete is égett teljes terjedelmében. Jászberényből három gépjármű érkezett a helyszínre. A tűzoltók több vízsugárral, összesen három vízsugárral avatkoztak be, behatoltak az épületbe is, hogy lakókat találjanak, de szerencsére senki nem tartózkodott otthon. A tűzoltását követően, mint kiderült, hárman lakták az épületet, közülük senki sem tudott visszatérni otthonába, őket ideiglenesen rokonok szállásolták el. Alig egy nappal később összehordott kommunális hulladék égett egy lakatlan körülbelül 90 négyzetméteres családi házban vasárnap Apátin. Vasárnap aztán egy másik tűzesethez kaptak riasztást a nyássági tűzoltók, ez egészen pontosan Jászapátiban, a Mag utcában, ahol egy használaton kívüli, nagyjából 90 négyzetméter alapterületű családi házban kommunális hulladék égett. A tűz olyan mértékű volt, hogy a lángok átterjedtek az épület födém szerkezetére is. Jászapátiból, Jászkísérről, illetve Jászberényből is érkeztek tűzoltók a helyszínre, akik több oldalról, több vízsugárral avatkoztak be, közben pedig behatoltak az ingatlanba is, és légzésvédelem mellett átvizsgálták azt, hogy hát ha találnak valakit az épületben, de szerencsére az üres volt. A tűzoltók ezen felül megbontották a tetőszerkezetet, hogy hozzáférjenek a födémhez, ahol az izzásokat és parázslásokat szüntették meg. A Jászberényi Röplabdaklub női felnőtt csapata megkezdte küzdelem sorozatát az MB2 felsőház rájátszásába. Az első forduló után kemény küzdelem várta a lányokat a bajnok esélyes Tatabánya ellen. Hamarosan mutatjuk a részleteket, de előtte egy másik hír. A Bölcsőtől a sírig címmel nyílt kiállítás Jászfényszarun. A család, a közösségek sorsfordító eseményein készített korabeli fotók gyűjteményéből immár a harmadik tárlatot állították össze a városban. A programot a Bedekovics Lőrinc Népfőiskolai Társaság és a Római Katolikus Egyházközség közösen szervezte a Házasság Hete rendezvény sorozat apropóján. Nagy figyelemmel járták végig a régi parókia épületében megnyílt fotókiállítást a jászfényszarújak. A Bedekovics Lőrinc Népfőiskolai Társaság és a Római Katolikus Egyházközség közös szervezésében létrehozott tárlaton meg annyi életképről köszönnek vissza a városban élő családok és működő helyi közösségek megörökítésre érdemes éles napjai. A szervezők egy évvel ezelőtt kérték a helybélieket, hogy juttassák el hozzájuk azokat a régi családi fotókat, amelyeken korabeli házasságkötések láthatók. Olyan sok archív kép érkezett, hogy immár a harmadik különböző tematikájú tárlatot válogathatták össze a képanyagból. Nem hittük volna egy évvel ezelőtt, hogy további három kiállításunk is összejön, sőt, már látjuk a folytatást, hiszen annyi szerteágazó területről kaptunk, annyi tematikát mellé lehet rendelni, hogy ezt most nem tudjuk már abba hagyni, folytatni kell. Folyamatosan változott a bemutatók tematikája. A kezdetekben a házasságról, az esküvőről volt szó. A második kiállítást őszre tevődött, ott már a lakodalmas szokásokkal, a receptekkel, egyébbel is bővült a kiállítási anyagunk. Nagyon sok szép készülődésképet, bőfélyverseket kaptunk. A jelen kiállítás már az egész életet felöleli. Tehát valóban egy olyan íve van, amely a Bölcsőtől a sírig, és hát mögötte ott van a körforgás jelen, is egy kis lámpa, ami alatt egy kis babakocsi van egy kicsi lányjal, hogy ennek az ívnek folytatása van. A születéshez, gyermekkorhoz, a felnőtté válás időszakához, a katonasághoz, az egyházi ünnepekhez és a civil közösségekhez, színjátszókhoz is kapcsolódnak a most bemutatott képek. Ez alkalommal 115 fotó került a falakra, a vitrinekbe.
A legrégebbi fotók a kis Dávid családjából származnak, a kis A család családi fotója, amelyet látunk is most a felvételen, illetve egy másik szintén 1800-as évek végén, 1910-es évek elejéről származik néhány házassági fotó. Nem tettünk ki mindet, itt most csak valóban egy pillanatképet látunk, egy pillanatnyi állapotot. A február 17-én délután megnyílt kiállítás dr. Farkas Kristóf Vince történész ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. Valóban egy nagyon különleges kortörténeti anyagok kerültek ide kiállítva, 115 darab kép, ezt nem győzem hangsúlyozni. A legrégebbi 1889-ből származik, tehát Jászminszkó történetének is egyik legrégebbi dokumentált fényképe, és a legfiatalabb az 1991-es. Tehát így élünk el gyakorlatilag a régmúltból a napjainkig. A kiállítást a régi parókia épületében, a szervezőkkel előre egyeztetett időpontban március 28-áig tekinthetik meg az érdeklődők. Sport következik. A Jászberényi Röplabda Klub női felnőtt csapata megkezdte küzdelem sorozatát az MB2 felsőház rájátszásában. Az első fordulóban vereséget szenvedtek a bajnok esélyes Tatabányától, így a február 17-én lejátszott mérkőzésükön mindenképpen nyerni szerettek volna. Rögtön kiderül, hogy sikerült-e a terv. A női röplabda MB2 felsőházában február 17-én a fővárosi Károli Református Egyetem volt a vendége a Jászberényi Volleyball Team csapatának. A két együttes mérkőzésén szoros csatára volt kilátás, hiszen hol az egyik, hol a másik térfélen pattant le a labda. 4-4 után aztán nem nagyon udvariaskodtak a Berényi lányok a vendégekkel, hiszen gyorsan elhúztak 10-5-re. Majd egyre jobban növelték előnyüket, és 21-11-nél már 10 volt közte. Majd nem sokára Schlader Kitty le is zárta az első szettet. A fölényes 24-11-re megnyert első etap után azt gondoltuk, sima lesz a mérkőzés. Ám a vendégek másképp gondolták, hiszen rövid időn belül ők vezettek 5-1-re. Majd továbbra is a vendégcsapat dominált, és 6-16-nál behozhatatlan előnyre tettek szert. Ez be is igazolódott, hiszen 25-15-nél cseréltek térfelet. Egy-egy után a harmadik szett elején kiegyenlített játék folyt a pályán. Fej-fej mellett haladt a két női alakulat. Majd sebességet váltott a hazai együttes, és 14-9-re elhúztak. Ám innentől kezdve nagy meglepetésre megtorpantak. És 15-14-re már a fővárosiak vezettek. Sőt, meg sem álltak 25-ig. Úgy tűnik, a kis szünet jót tett ország Larisza lányainak, hiszen a térfélcsere után változott a játékképe. Hosszú labdamenetek következtek, és sokáig együtt haladt a két együttes. Olyannyira, hogy 20-20-nál még egyenlő volt az állás. De szerencsére a Berényi csapatkapitány leütése a negyedik szett megnyerését jelentette. Így következhetett a mindent eldöntő 5. játszma. Ezt szerencsére már nagy lelkesedéssel kezdték Fodor Liliék, és 8-4-es vezetésük után cseréltek térfelet. Továbbra is nagyon odafigyeltek, és minden labdára kellőképpen koncentráltak, ami végül is az 5. szett és a mérkőzés megnyerését jelentette számukra. Hogy úgy összejött minden, a nyitásfogadásunk a helyén volt, mezőnyünk stabil volt, valamint a támadásbefejezésünk is, és én azt gondolom, hogy utána lelkileg is elfáradtunk. Ugye a nyitásfogadás kicsit nem ment nekünk, és emiatt nehezebb volt a támadás, hiszen nem volt olyan pontos labda, amivel tudtam járatni a labdát, de úgy vélem, hogy a negyedik szetre összeszedtük magunkat, és fel tudtunk állni. Elkezdtünk lelkesedni, és ez abszolút számított, valamint a szurkolók is buzdítottak, és azért nagy részben ennek köszönhetjük, valamint összeállt a nyitásfogadásunk is, meg a támadásbefejezésünk is. Az ellenfél játékosai fizikálisan erősebbek voltak, de a Berényi feladó szerint ezt igyekeztek megoldani. Technikával, hogy blokkautokat ütünk, beejtjük eléjük, úgy sok pontot tudunk szerezni belőle, de a blokkal is tudunk kompenzálni, így úgy vélem, hogy ezzel tudjuk a nehéz játékosokat hatásra önteni. Legközelebb március 3-án láthatjuk újra hazai pályán a lányokat, amikor megyei rangadó keretében
Szolnok együttesét fogadják majd. A Hír 18 után kérem ne kapcsoljanak el, mert a Star Portrait, illetve a Generációink nyugdíjas magazin következik, most viszont lássuk mai főbb híreinket még egyszer röviden. Eredményesen zárult a Jászberényi Leestrandfürdő értékesítésére kiírt pályázat, döntöttek a Jászberényi Képviselőtestület legutóbbi ülésén. Sárhelyett zúzottköves útalap János Idán 4 km makadámutat adtak át a termőföldnek jobb megközelítéséért. Több jársági tűzeset is történt a hétvégén, Jászberényben Jászapát és Alattyán településekre is vonultak a tűzoltók. Eddig tartottak a hétfő esti hírek, köszönöm megtisztelő figyelmüket, híreinket, információinkat keressék a Jászsági Térségi Televízió online platformjain, ezek közül kiemelném Facebook oldalunkat, amit kövessenek be, illetve YouTube csatornánkon ne csak a követés gombot nyomják meg, hanem a kis csengőt is, akkor értesítéseket is kaphatnak videó feltöltéseinkről. Egyébként pedig a jttv.hu hírportal mindent megtalálnak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, még egyszer jó pihenés, minden jót, viszontlátásra! A stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.